Egyre több nő tud munkába állni az országban, közülük mintegy 133 ezeren önfoglalkoztatók, vagyis saját vállalkozásukban dolgoznak. Többi között ez hangzott el a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány női vállalkozások, vállalkozó nők témában összehívott rendezvényén. Az, hogy a mutatók folyamatosan javulnak, következménye a kormány intézkedéseinek, melynek célja az, hogy ne kelljen választani a család és a karrier között. Ezért könnyítettük meg az édesanyák újbóli munkába állását, rugalmasabbá tettük a foglalkoztatási szabályokat, de ezt a célt szolgálja a GED Extra bevezetése is. Azokat pedig, akik hátrányban vannak az elhelyezkedés során, a munkahelyvédelmi akció program keretében külön támogatásban részesítjük. Komoly eredménynek tartom, hogy minden csoportban, mind a két csoportban jelentősen emelkedett a munkát vállaló nők száma. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a dolgozó nők száma elérte az 1,9 milliót, ilyen magas számot pedig a rendszerváltás óta nem mértek. A nők érvényesülése a munkaerőpiacon nem csak esélyegyenlőségi kérdés, hanem a versenyképességet is befolyásoló tényező. Erről már Budapest főpolgármestere Tarlós István beszélt. Számos kutatás mutatja ugyanis, hogy a női vállalkozások hosszabban és stabilabban működnek. A közalapítvánnyal való együttműködés fontosságát is kiemelte a köszöntőben. Mióta Szalai Piroska asszony menedzseli az alapítványt, a gondolkodásban, a koncepciókban rohamosan emelkedik a női foglalkoztatás politika és vállalkozásfejlesztés jelentősége. A fővárosi önkormányzat épp most dolgozza ki a gazdaság élénkítés és munkahelyteremtés tematikus fejlesztési programját, amelyben külön figyelmet fordít és külön figyelmet kapnak általában a kis- és középvállalkozások. Ebben a munkában is részt vesz a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, amely mára Budapest vállalkozásfejlesztésének és helyi gazdaságfejlesztésének egyik kulcsintézményévé vált. Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke beszédében kiemelte, a KKV-k a világ minden pontján a gazdaság munkaerőpiac stabilitását adják, Magyarországon pedig még nagyobb hangsúlyt kapnak, mint más uniós tagállamokban. Különösen igaz ez a női vállalkozásokra. Budapest és a megye Európa 10. legnagyobb metropolisza foglalkoztatási létszám tekintetében. Talán kimondhatom, hogy Budapest sikere, a gazdasági sikere nem elképzelhető a KKV-k nélkül, budapesti vállalkozások, helyi vállalkozások nélkül, kerületi vállalkozások nélkül, és a budapesti kerületi vállalkozások nélkül nem jöhet létre Magyarországon sem emelkedés. Szalai Piroska hangsúlyozta, a foglalkoztatás bővülés, mely sokban köszönhető a női vállalkozásoknak, magával hozta a demográfiai növekedést is, mely 1996 óta nem volt ilyen magas.